Hírek röviden, köszöntöm Önöket! Már nem csak a munkanélküliség, hanem a munkaerő hiány is megjelent hazánkban, hangzott el az Európai Kereskedelem napi alkalmából szervezett szakmai találkozón. Csak a kereskedelmi ágazatból mintegy 30-40 ezer munkavállaló hiányzik. A napokban megkezdődött a szabadtéri színpad felújítása, a beruházás a Modern Városok program keretében valósul meg 1,1 milliárd forintból, többek között új színpad és nézőtér épül, a legkorszerűbb fényhangtechnikát szerelik be, és megszépül a kerthelyiség is. Az egységes védőnői bértábla bevezetéséről is értekeztek a Városházán. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium védőnő tagozatának vezetője konzultációt hívott össze. A szakemberek azt szeretnék, hogy bérezésük fenntartótól, munkáltatótól független legyen, náluk is a szolgálati idő és a végzettség legyen mérvadó. Baleset történt Alsóbadúrnál kedd délután, egy kanyarodó kis teherautó vezetője nem adott elsőbséget a szemből érkező terepjárónak, így ütköztek, az anyagi kár jelentős, két szemét szállítottak a mentők kórházba. Megkezdték a karácsonyi díszek felszerelését a belvárosban, az országzászló téren is több villanyoszlopon helyeztek el világító dekorációt. Részletek a Nyíregyházi Televízió híradójában és a városi webportálon, a nyiregyhaza.hu-n.